1989. Basszus! Jár le! A rohadt életbe! Ez a csaj csak első gimis. A fenébe csak elsős! A fenébe! Megvan a gumi. Használtam én gumit. Én tudjam, hogy volt-e rajtad gumi, de Jarle. Mi lesz? Várj, mit csinálsz? Tudnom kell. Nem már. Meg kell néznem. Jézusom, jár le! Inkább segíts már! Te mondd most, mit is keresünk? Szerinted mit? Te látsz már valamit? Nem. A fenébe. Bergen 1997. Itt egy kétoldalas cikk Bergmanról. Összehasonlító elemzés a Csendről és a hetedik pecsétről. Ki vagy te? A halál vagyok. Te hogy haladsz a Morgenblad egy cikkeddel? Egész jól. Kész kell lenned. Tuti, hogy lehozzák. Ejha! No csak, micsoda ragyogás. Mindenki józan? Nos, mit mond az ösztöndíjasunk? A jelmezbál, ez a fontos. Batin azt írja, hogy Rablénél egészen felborul a maszkabál struktúrája. És ezzel is azt jelzi, hogy mi minden kavarog a fejünkben. És hogy a ráció immár eltűnt. A testiség mindent elsöpör. Ismerős? Éreztétek már, ha? Érzitek a zseni áradó illatát? Érzitek, ahogyan behatol a koponyátokba? Hogy mindennek a tanúi vagyunk, az vajon mit is jelent? Hogy itt vagyunk, de amott is, mindnek a részeként. Résztvevői vagyunk az élővilág, az élet ünnepének, a maga még oly zavaró sokszínűségének. Épp ezért gyerekek leszünk. Ugyan? Újra gyerekek leszünk. A nagy maszkabálon mindenki ugyanolyan. Újszülötté válunk. Már
Marcel Proustnál a test és a testiség, mint anatómiai ábrázolás egyben mentális. Nem volna elég valami tablettát bevenni? Nem, muszáj vért is vennünk tőled. Na, Klepp! Mivel foglalkozol, Klepp? Irodalomtörténetet tanulok. Épp a szakdolgozatomat írom a Prouszti onomatológiáról. Ha? Marcel Proustról. Róla írok. Na és rögtön kész az eredmény? Bizony. Gratulálok. Nos, lássuk csak. A gyermek anyja Annette Hansen, PM-ből, a gyermek apja Jarle Klepp, Bergenből. A rohadt tetves élet! Csak szemeg, ez biztos, hogy nem igaz! Az ember állandóan összefekszik mindenkivel, és már arra sem emlékszik, hogy mikor volt éppen kivel. Hát gyermek lehet még szarasz éjjel, eh? De ezt megteheti velem? Nincs erre törvény. Csak így rámzúdítja 7 évvel teltével. Na mindegy, nekem erre most úgy sincs időm. Felejtsük el az egészet. Mindegy, hagyjuk. Klepp, 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 Klepp. Nyugodj meg, majd elrendeződik az ügy. Dehogy is rendeződik el. Dehogy nem. Most jutottál az élet csúcsára. Már te is közén tartozol, látod? Ő Birte, ő Beate, és a pici Trine még Cumival. Na, szerinted voltam én nyaralni az elmúlt 8 évben? Azt hiszed, jártam én moziban a 80-as évek óta, vagy olvastam egy jót? Azt hiszed, volt időm elmenni inni a haverokkal? Nem ám, de vajon zavar-e? Bizony, hogy nem. Hidd el, ez az élet valódi értelme. Az, hogy mindnyájan apák legyünk. Lányod? Igen, lánya van. És 7 éves? No, a kedvenc sütim. Köszi. Öregem. Csak egyszer bújtál ágyba a volt osztálytársaddal. Mégis bekaptál egyet. Ja, ez az Annette nem Szola. Nem az a neve, Szolából jött. Amúgy Hansen. Szóval Hansen, a fenébe, azt se tudod ki vagy. 17 évesen nem voltál senki, csak Bukowskit olvastál, Induszi Rockot hallgattál, és tessék! Figyelj, Hasse, légy szíves. Csak egyszer húztad meg Annette Hansen Szolából, de megváltoztatott. Eladudtál. És mire felébredtél? Nem tudod, mit hagytál hátra. Nem tudod, miből maradtál ki. Ó, Jarle, Jarle! Hasse, hé! Jarle! Csak próbálok rátalálni, hogy mik is lehetnek az életes lusz poénjai, Jarle Klepp. Aha. Ez az, igen, egészen más minden, mint azt elgondolod. Vagy én elgondolom. A szélben lobog a zászlós, aprócska titkok mind benne feszülnek. És az aprócska titkok mind benne feszülnek, Jarle Klepp. Minden rendben lesz, haver. Na, nekem mennem kell. Gondolj néha magadra is. Hagyj Jézusom, már. Tessék, nézd meg, látod, milyen úristen? Nézd csak, fel kell dobni egy kicsit. Jós szépen elvincsorozni, meg ünnepeljük az új életet. Ha, gyerünk, megyünk innen. Látod, ti az elithez tartoztok, az elit krémjéhez, a csúcsok csúcsához. Ez ziher. És te? Jarle, az összes közül leginkább. Te jöttem. A te tehetségeddel. Mi az, amit nem érhetsz el? Most komolyan, hallgass rám. Dolgoznod kéne. Érted?
dolgoznod, de rohadt keményen, írnod, jár le. Semmi másra nem törődj, fejleszd a tehetségedet. Van egy gyerekem Siemben. Siemben, Malmöben, vagy a Costa del Sol, Stamsundban, Göteborgban, Berlinben, Fárön. De itt csak mi vagyunk. Mi és Ingmar Bergman. Arról a téletbe, hát nem érted, hogy az egész tetves világon nincs más, csak ez a szoba, mert ez a pillanatnyi valóság, és mindez, ami ezen kívül esik, az a világ relativitását növeli. Szia, Jarle! Ideje, hogy férfiként vállald azt, amit tettél. 7 éve én nevelem Charlotte Isabelt, és most már nekem is kijár egy kis nyaralás. Itt az ideje, hogy megismerkedj a lányoddal. A gépe szeptember 6-án száll le Bergenben, 11 óra 45-kor. A repjegyet már megvettem, tehát menni fog. Üdvözöl, Anett. Utóirat. A kislány kedvence a barna sajtos kenyér, és csütörtökön lesz a szülinapja. Szia, Jarle! Szia! Én olyan globálisnak érzem magam. Akkor is, ha sok minden annyira távoli. Ez nagyon foglalkoztat. De ez valahogy olyan szépen hangzik. Tessék. Valakinek szeretetét kell mutatni az emberek felé. Mama, nem találom sehol a Pokémon kártyákat. Kisfiam, most nincs időm a Pokémon kártyákkal foglalkozni. Te hallottad tegnap este azt a nagy sírást? Ja. De a nagy buli nem nálad volt. Á, dehogy. Mert ha lett volna, engem is meghívsz. Persze. Valakinek szeretetet kell mutatni az emberek felé. Globálisan. Ne haragudj, te is a repülőtérre mész? Én a kisunokámért megyek ki. Gyerekek. Ó, a gyerekek. Ők az életünk. Amíg nincs gyereked, értelme sincs az életnek. Tényleg? Ó, a gyerek az igazi áldást jelent, nem? Gondolod, hogy nincs még elég gyerek a világon? Amúgy meg nekem nincs időm erre. Hogy? Még egyetemista vagyok. Na hát komolyan? Ó, hogy ez milyen izgalmas. Éppen Proustról írok egy anyagot. Erre tessék valami nőcske Siemből. Nagy hirtelen rám tukmálja a gyerekét, mert el akar menni nyaralni. Sőt, mindjárt el is várja tőlem, hogy viselkedjek igazi apaként. Tessék, 7 éve csak én nevelem a kislányt, és igen, most már nekem is kijár egy kis nyaralás. Ennyi. A gépe szeptember 6-án száll le Bergenben 11 óra 45 perckor. Na hát, de hiszen éppen ma van 6-a. Igen, nagyon jól tudom, hogy ma van. Éppen értem, megyek ki. Oh. Jelenleg éppen ez a gondom. Értem. Ráadásul csütörtökön lesz a szülinapja. Ó, az igazán nagyon szép lesz. Ne, az egészen, az valami rettenetes. Miért? Itt van, né? Ez egy borzalmas név. Az oszlai járat megérkezett. Kérjük mindazokat, akik az érkező utasokra várnak, hogy a belföldi kapuknál várakozzanak. Szia, hát te vagy Charlotte Isabel? Na látod, itt van érted a papád. Érezd jól magad Bergenben. Kicsikém, nem kísérhetlek el egészen a papád lakásáig. Hát szóval én vagyok az apád. És mondd csak, hogy utaztál? Charlotte Isabel. Mit cipelsz abban a hatalmas bőrönben? Csak nem egy veszélyes krokodilt hoztál? Abban vannak az ajándékaim. Hát persze, hiszen mindjárt itt van a szülinapod. Csütörtökön lesz, vagy pénteken? Csütörtökön. Igaz, tényleg csütörtökön. Ahogy mondod.
Tudod, én most éppen egy szakdolgozatot írok, méghozzá Prouszti onomatológiáról. Ez azt jelenti, hogy egy cikket írok, vagyis inkább egy újfajta életrajzi feldolgozást egy nagy francia költőről, akit Marcel Proustnak hívnak. A neve Marcel Proust. Marcel Proust. Ez az. Ez itt az a hely, ahol a papád dolgozik. Tudod, ez itt egy egyetem. Bizony, ez az egyetem. Na és mit csinálnak itt, papa? Gyártanak valamit? Hát nem, éppen nem gyártanak semmit, de... Akkor valamit javítanak? Hát igen, ha úgy vesszük, de... Itt inkább gondolkodunk. Tudod, Charlotte Isabel, gondolkodjunk. Na gyere csak! Mi a baj? Papa, elfelejtettük a temetést. Hát azt, ja. De nem tudnád egyedül bekapcsolni azt a tévét? Na jó, akkor lássuk. Ott van Vilmos herceg, meg Károly herceg. A mama szerint ez a Károly nagyon buta, mert egy Camilla nevű nőt szeret. Nem ők számítanak, hanem inkább Tony Blair. Tudod, Nagy-Britanniában ő irányítja a dolgokat. Olyan szomorú, hogy Diana meghalt. A média felhajtás is az oka, Charlotte Isabel. Az a sok paparazzo. Nézd csak oda. Az ott Steven Spielberg. Ő csinálta az E.T.-t. Láttad a filmet? E.T. haza! Miért hívják Diana-t a néphercegnőjének? Hát mert a nép közül sokan vannak, akik nagyon szerették. És olyan hercegnők is vannak, akiket a nép nem szeret, papa? Hát, ez nagyon jó kérdés volt. Charlotte Isabel, mivel is foglalkozik a mamád? Hívjál csak simán Lottinak, jó? Szóval mit csinál a mamád Lotte? Hát ő lent van délen. Azt tudom, de mivel foglalkozik? A boltban van, a Remában. Aha, és ott ő pénztáros? Igen, és nagyon ügyesem, de most már ne beszélj annyit. Nos. Ez lesz majd az én szobám. Aha. Itt majd jót durmolhatsz. Még rendet csinálok és kiviszem a hamutartókat. Nézd csak meg ezt a képet. Ő Marcel Proust. Haza akarok menni. Ugyan? A mamához akarok menni. Ugyan már. No, gyere szépen, lemegyünk bevásárolni, jó? Gyere szépen. Jó lesz számít. Biztos szereted az édességet, ugye, Lotte? Mennyi ideig kell majd itt lennem? Egész héten, Lotte. Ezen a héten. Kettesben leszünk. Henan! Szevasz, ön! Szevasz, te nagy újságíró. Hát, ő itt a kislányom. A Morgan Bladett író lánya? Mi az a Morgan Bladett? Nem fontos, de talán megvenném a mai Morgan Bladettet. Nézd, papa, egy Tamagocsi. A mama soha nem vett nekem Tamagocsit, pedig az összes barátnőmnek van már. Az ember nem kaphat meg mindent, amit csak lát. Nézd csak, ezt tőlem kapod ajándékba, jó? Köszönöm szépen. Szívesen. Na és, kérsz valami kis édességet is? Viszlát, öreg! Papa, nincs olyan zenéd, amire táncolni is lehet. Egyre fárasztóbb vagy. Te, tudod, jobban meg kellene becsülnöd a dolgokat. A gyerek tévét például nézheted. Nem kell táncolni is. És persze elég sok zeném van. Nem vagyok én idióta. Van Madonna lemezed? Nincs. És Knudsen meg Ludwigsen? Ki
Kicsit vagyok, csak butus, de ügyes vagyok ám. Táncikálok a tükröm előtt. De mondd csak, mikor is szoktál lefeküdni? Amikor akarok. Puh. Hát ez ki van zárva. Mondd csak, otthon, amikor te már lefeküdtél. Nem szoktak barátok jönni a mamához, hogy együtt sörözzenek egyet? A mama nem nagyon szeret sört inni, de olcsón vesz italokat Svédországban. És becsempészük. Matricát a fürdőszoba tükörre? Nem. Nem szeretem, ha ilyesmik vannak a tükrömön. Éni, bevisszük. Aludj jól! Ezt kihozom. Gyorsan be az ágyba! Alvás! Jövök már! Nincs meg tapsi-hapsi! A kedvenc pohállatom! Most kicsönget, papa! Tessék szépen lefeküdni! De nincs meg a pohállatom! Menj szépen! Nyomás aludni, felébe, menj már! Tudod, a te papád nem olyan, mint a többi papa. Én nem a boltban vagyok pénztáros. Nekem megvan a saját életem. Ha-ho! Figyelj! Nem üldögélhetsz. Papa! Ha-ho! Figyelj! Szia! Hallottam a zajt, és éppen Dánielt készültem lefektetni, ami nem könnyű menet. Nézd őt, nem én hívtam ide, és... Az lehet, de a te nevedet kiáltozta. Figyelj, ne ücsörög itt a lépcsőn, ő majd... Nézd, tényleg ismerem a lányt, de ez... Dániel, tessék szépen meginni a tejet, aztán menj vécére, mindjárt jövök és lesz mese! Egy gyógyszer viszem. Sajnálom, de én... Jó étgét! Ja. Jól van, gyere szépen. Jól van, semmi baj. Ezt most szépen levesszük. Így. Na, jó. Jó. Vegyük le szépen, jó? Nyugi. Papa, ő ki? Menj, Lotte, feküdj le. Menj aludni. Voltál már vécén, és ittál tejet? Gyere, vagyis, ittál már tejet is, voltál vécén? Nem tudok aludni, papa. Semmi baj, olvasok neked egy mesét, jó? Hát ez meg hiabós fel. Gyere, keresünk egy mesekönyvet. Lehet, hogy nincs is itt mesekönyv. Tényleg, de tudod mit? Majd mesélek fejből, jó? Jó. Na gyere, gyere szépen, nyomás az ágyba. Gyere, gyere. Na jó, egyszer volt, hol nem volt. Volt egyszer egy hercegnő, aki nem is akart hercegnő lenni. De egy őszi délutánon éppen lovagolni volt, amikor az erdőben egyszer csak megbotlott a lova. Ő pedig leesett és meghalt. De papa... Na, tovább is van. Utána aztán nagy pompában temették el, de aztán késő éjszaka. Amikor már egyetlen lélek sem volt a templomban, hirtelen egy fura hang hallatszott. Egy hang? Az ám. Recsegő csikorgás. Felnyílt a koporsó fedele, és kiszállt belőle a hercegnő. És gyorsan elszaladt az erdőbe. És ott már szabad volt. Soha többé nem akart hercegnő lenni. De ezért volt, hogy csak megrendezte a saját halálát is. Na, jó ét. De papa, nekem az nem tetszett, hogy ő nem is akart hercegnő lenni. Idővel majd te is rájössz, hogy nem minden kívánságunk teljesül.
Az nagyon nagy? Bizony, de mekkora nagyon nagy. Mondd csak, te láttál már pingvineket? Igen, láttam, de csak a tévében. Hát persze. A pingvinek nagyon aranyosak ám. Fel alá totyognak, és csak halat esznek. Jó reggelt, Jarle. Papa, képzeld, később elmegyünk egy igazi nagy akváriumba. Ott látni lehet a... Képzeld, ott pingvinek is vannak. Kedves kislányod van ám. Mikor akartál nekem beszélni róla? Tegnap már próbáltam. Igen, de hát az tegnap volt. Vannak más titkaid is? Na, igen. Ez most egy kicsit hirtelen jött, és... Tudod, én sem vagyok hibátlan. Még csak diák vagyok. Értesz. Most letusolok, aztán iszom egy kávét, és mehetünk is az akváriumba. Papa, papa, ez a lánya kedvesed? Akkor a pingvinek azok most madarak vagy halak? Madarak. De hát, ha nem tudnak repülni, akkor hogy lehetnek madarak? Miért nem halak? Hidd el, tényleg madarak. Ne, most inkább ne. Mi bajod van már, Jarle? Tényleg, papa, mi bajod van? Megyünk az akváriumba, vagy nem? Egyelőre legyen elég ez. Tudod, hogy hamarabb meghalsz, ha cikizel? Hát ma még biztosan nem halok meg. Akkor menjünk, 1, 2, 3! Nézd rám, Hermes, jó? Egyáltalán nem tudtam a dologról. Nem megy nekem az apa szerep. De csak egy hétig lesz itt, aztán el is megy. Nem kell nekem egy kislány. Nem. Te... Szóval az előző este együtt iszogattunk Roberttel, Göteborggal. Robert elég komoly érzéseket táplál irántam. És hát én... Nekem is eléggé tetszik ő. Igen. Persze meséltem neki rólunk tegnap este. Hát nem tudom, mi legyen. De az jutott eszembe, hogy szívesen lennék vele. Értsd meg, nagyon jól éreztem magam veled, nem is tudod, hogy mennyire. Te olyan kedves vagy, Jarle, és olyan szenvedélyes, de... Papa, nézd, csinálj te is így! Játsszuk azt, hogy így járunk, papa! Papa azt mondta, hogy te a kedvese vagy. Ti szerelmesek vagytok? Te feminista ribanc! Gyere, Lotte! Tudom, hogy biztosan nagyon későn szólok, de arról van szó, hogy az egyik barátom nagyon megbetegedett. Igen, persze. Mond, nem tudnál esetleg néhány óráig vigyázni? Szóval a kislányomra... Igen. Igen, van egy lányom. Aranyos kislány. Figyelj csak, Lotte, a papának most fontos dolga van, de ugye jól el leszel itt. Nem jövök túl későn. Semmi gond. Hey,
mutatnék. Az ember már csak ilyen, hiszen egyszer lehet 17 éves. Képzelhetitek, milyen érzés volt, mikor elolvastam a levelét. Elég kemény, mintha a szemem láttára dőlt volna össze az egész világ. Aztán azon kaptam magam, hogy kint várom a reptéren. Meg is jelent egy táblával a nyakában, hogy kísérő nélküli gyerek. Mind ilyenek vagyunk. Ki bújt belőled a költőházba? Remélem, hogy Hilde megért, ugye Hilde? Ha láttátok volna azokkal a kis ártatlan szemekkel, meg a hátizsákjával, amiben ott cipelt a kedvenc puha állatát, a tapsi-hapsit. És bepisél az ágyba? Dehogy, hiszen már majdnem 8 éves. Még olyankor sem szokatlan, szóval nem árt, ha bekészítesz néhány tiszta lepedőt, hogy cserélhest, ha szükséges. Ez ilyenkorban még normális. Úgy van. De nyugi, előbb-utóbb mindenre fel fog jönni. Herdis mit szólt ahhoz, hogy mama lett? Herdis szereti a kicsiket. Bizonyám. Jalle, várj már! Várj már! Hová rohansz? Azt a rohant! Őrege! Basszus! Várj, várj! Gyere, haza viszlek! Herdis! Gyere ki, hallod? Nyugodj le! Robert, légy férfi és ne bujkálj! Ha egyszer irodalom professzor vagy! Jarle, az ég szerelmére, mit csinálsz? Hogy én? Talán azt meséld el, hogy te mi a fenét csinálsz. Ő meg mit keres itt? Hát azt én se tudom. Mit keresel te itt? Nem hiszem, hogy itt most velem van a gond. Hé, fiúk, minek veritek itt a balhét? Na te is! Te rohadt senkiházi svéd szoknyavadász! Nyugi, nem úgy gondolta. Gyere, te, menjünk haza! Te ördög, ilyen kanos kis svéd, te! Nem kéne olyan nőt találod, aki már a te korosztályod? Most már tényleg elég jár le. Én megértem, hogy neked ez... Hogy megérted? Nem értesz te semmit, te barom! Menj vissza Svédországba, és ott keres olyan nőt, akinek tetszik, ami a bűnborgos gatyádban van! Persze, tessék, gyere csak! Te is most bringáz itt a nőddel! Ez már durva. A Björnborg majd őt is elkapja egy körre. Nos, befejezted? Ja, befejeztem. Jarle, Grete ide telefonált. A lányod nem tud elaludni. Grete már mindenhol keresett. Persze. Az ember már egy sört sem ihat meg nyugodtan úgy, hogy béké hagynak. Persze, mi más is lehetne ez? Még szép, hogy Volvo-d van, Robert. Jó nagy családi kocsi, elég lesz kettőtök gyerekeinek, svéd-norvég vegyes gyerekek. Igaz is, Herdis. Ha tényleg gyereket születik és kiderül, hogy vörös a haja, akkor tudod, hogy akár az én gyerekem is lehet. Herdis! Hey! Aggódtam érted az este. Muszáj kitakarítani, hogy jussunk valamire. Elgondolkoztam a tegnapin, és azt kell mondjam, hogy ez volt a legfantasztikusabb, amit csak életemben láttam eddig. Tegnap végre férfi voltál. Elég szánalmas alak, az tény, de legalább férfi voltál. Ahogy lerendezted Herdist és Robertet is, abban volt valami kemény, olaszos temperamentum. Tényleg egészen fantasztikus volt, emiatt ne edd magad, komolyan! Új idők jönnek, Jarle! Képzeld, találkoztam Charlotte Isabellel is.
Remek kislány, itt ültünk, tejet ittunk, és nagyon jól beszélgettünk. Képzeld, végig csak azon aggódott, hogy mi van most veled. Én lettem a bácsikája. Rögtön így is hívott. Hasse bácsinak. Tudod, mi jár folyton az eszemben? Ez az Annette Hansen. Nem tudom, hogy gondolta ezt az egészet, hogy elküldi a lányát az ország másik végébe, csak mert nyaralni vágyik. Pénztáros egy szupermarketben. Akkor Lotte is úgy nőtt fel, jár le! Felfogtad, hogy ez milyen távol van a mi életünktől? Itt jó, már... Jó, jó. Lotte hol van most? Grétével. Elvitt a munkahelyére. Utána menjek. De mennyire? Ezza! Passzolj! Menj rá! Ezza, rá! Figyelj, csak kutyaütők! Ott van, jó. Megjöttél. Minden rendben. Menj a papához, Lotte. Szia, Lotte. Menj csak a papához. Fel nem foghatom, hogy voltál képes arra, amit tegnap műveltél. Hogy tetted ezt velem és a saját lányoddal? Hogy voltál képes ilyesmire, ha? Menj. Jó? Azért ez még nem a világ vége. Mama! Bocsáss meg. És te is, Lotte. Ezt a papájának rajzolta nálam az irodában. Szia, Lotte, és ne haragudj! Kösz a segítséged, Rita. Na, finom. Mesélj, mit csináltatok ma, Lotte? Ide figyelj, válaszolja, kérdezlek. Ben voltunk az irodában. Szóval egy irodában? Jó volt, ugye? Lehet, hogy majd te is egy irodában fogsz dolgozni. Mondd csak, papa, mi bajod van neked? Figyelj, Lotte. Nekem nincs semmi bajom. De biztos valami betegséged van, ha annyit hánytál, és nem tudtál jól menni, ugye, papa? Hát ez azért volt így, mert berúgtam. Ez azt jelenti, hogy túl sok alkoholt iszol, részeg leszel. Tudod, a sörtől és a hasonlóktól. De figyelj csak ide, hadd mondjak neked valamit. Tegnap este azért jöttem haza olyan későn, és azért rúgtam be, mert én így szoktam élni. Ilyen volt az itteni életem azelőtt, hogy ide jöttél, és szeretnék így élni tovább. Együtt lenni a barátaimmal, és bejárni az egyetemre. Mászkálni a városban is. De Herdis nénivel is? Hát, az a helyzet, hogy Herdis néninek már új kedvese van. Egy Robert nevű ember, aki öregebb és egy idióta. Akkor ti már nem vagytok barátok? Dehogy is nem. De tudod, nekem most nem jött a legjobbkor, hogy te felbukkantál éppen most. De akkor te most azt akarod, hogy menjek megint haza, papa? Dehogy. Egyél szépen, Lotte. Kedved bejönni a papa dolgozójába? Igen. Jól van. De tudod, oda igazából ilyen kisgyerekek, mint te nem jöhetnének be. Szóval nagyon csöndben kell lenned, jó? Mint egy kisegérnek? Igen. Próbáld eljátszani azt, hogy senki ne vehessen észre. Rendben van. Figyelj csak, szóval, ahogy megbeszéltük. Nagyon vigyázz, hogy már... Hasse bácsi! Hasse bácsi! No hát, nézzerek oda! Szia!
A kicsi Csini Lotte egyetemre jött. Nagyon örülök ám, hogy látlak. És ő kicsoda? Hát ő... ő Arild bácsi. Hé, szia. Szóval van még egy bácsi. Van ám. Még ki kell keresnem néhány cikket, szóval... Első napja az egyetemen, szóval ez csak bíz ránk, jó? Figyul ott te. Tudod, hogy mi zajlik az egyetemen? Mindenki, aki csak itt van, akit csak látsz, azok az emberek egész nap csak gondolkodnak. No, hát nem csodálatos? Papa, ugye kaphatok egy fagyit? Fagyit? Szerinted mi vagyok én, pénzkiadó automata? Gyere csak, Lotte, benézünk a büfébe. Inkább. Ez jó lesz? Lotte, hát? Most már döntsd el, légy szíves. Nem totojázhatunk itt egészen nap estig. Inkább ezt kéred? Nem. Szia, szia. Hogy vagy, kicsikém? Szia. Hát ez egy kicsit kínos. Hát, mesélj csak, Lotte, hogy vagy? Jól. Még akkor is, ha neked most már új kedvesed van. Szia, te vagy az? Igen. Figyelj ide, szóval én... csak azért hívtalak, hogy bocsánatot kérjek. Én... kicsit sok minden jött össze mostanában, és... Jarle, erre igazán semmi szükség. Segítségre volna szükséged, de én nem segíthetek. Felvételen az akkor még boldognak tűnő hercegi házaspár látható, első gyerekük Vilmos herceg születésekor. Akkoriban talán még senki sem gondolt arra, hogy elválhatnak, és hogy Diana élete fájdalmasan korán ér véget. Hány éves vagy? Csütörtökön leszek 7 éves. De te kicsoda vagy? Azt hiszem, hogy a nagymamád. Ő a nagymamám. Na hát, nem is tudtam, hogy ilyen nagy vagy már. Azt hittem, hogy még egész pici vagy. Te milyen szép nagy lány vagy. Az osztályban én vagyok a harmadik legmagasabb lány. Na, akkor nem mennénk be? Ó, Istenem! Jaj, le!
Jó, menjünk be, oké? Okay? Mikor érkeztél? Ki az a Herdis? Felhívott, és ő mesélt Charlotte Isabelről. Hát ő Herdis néni. Jól van. Eddig a mostani a legjobb napom itt. Sokkal jobb, mint amikor a papa még beteg volt. Beteg? Ja, megfáztam. És be is rúgott. Mondd ezt az Annette Hansent. Ismertem én egyáltalán? Az egy bulin történt még 89-ben. Aha. Hát jó. Szóval ti csak egyszer voltatok együtt? Ez egy éjszakás kaland volt. Igen. Bocsáss meg, de ez volt az első alkalom. Anya! Nos? Muszáj épp most beszélgetnünk erről. Á, de hogy muszáj, én sem akarok. Apa lettél. Hol van a mamád, Charlotte Isabel? Hát elutaztak délre, apával együtt. Rendben. Ezen a cédulán rajta van a telefonszámuk. Kinek a telefonszáma, kicsim? Gerd bácsi és Ida néni. Szerinted felhívjuk őket? Hát, csak akkor kell, ha beteg leszek, vagy eltöröm a lábamat. Mondd csak, régen is tudtad, hogy van egy papád, aki Bergenben él. Nem, azt csak most hétfőn hallottam először. De ha tudtam volna, akkor már előbb is eljövök. Egészen kimerült. De most már alszik. Elérted a nagynénjét vagy a nagybátyját? Nem. Látod ezt? Siratják. De ez csak metaforikus felindulás. Tisztára projekció, kivetítés. Sokkal egyszerűbb, ha másokra, mások tragédiáira vetítjük ki azt, amit magunk nem bírunk elviselni. Az emberek számára szükséglet a síratás. Persze csak nincs egy értelemben is, nem úgy... ezt a mellébeszélést! Uramisten, még hogy metaforikus gyászolás! Jár le! Jarle, lennél szíves odafigyelni rám, ha már hozzád beszélek? Hogy képzeled ezt az egészet? Hiszed már 25 éves vagy, szedd már össze magad! Hallod, Jarle? Holnap végre elviszed ezt a kislányt valahová. Te légy vele, érted? Tudnál vigyázni rá? Tudnál vigyázni rá? Igen, hát persze. Akkor délután találkozunk a múzeumban, rendben? Tessék? Délután találkozunk. Persze. Megbeszéltük, nem? Persze, persze. Jól van. Sziasztok. Hello. Szia. Mondani neked valamit. Tudod, én nagyon örülök, hogy a nagymamád lehetek. Azt is tudnod kell, hogy nem baj, ha most egy kicsit még szomorú vagy. Az sem baj, ha nem akarsz beszélni róla. De ha van bármi olyan dolog, ami eszedbe jut, és amiről beszélni szeretnél, nekem elmondhatod, jó? Jó.
Kedves Diana, tudom, hogy most már angyal lettél, és fent vagy a mennyországban, Lotte. Most kicsit késztem. Igen, kicsit. Hello, Lifton vagyok. Sarah. Szia, Lifton vagyok. Charlotte Isabel. No hát akkor lássuk, milyen ez a Földrajz Történeti Múzeum. Természettudományos. Csak vicceltem. Szia, anya. Szia. Gyere, Lotte! Az anyag egy részével már kész vagyok, épp csak egy kicsit át kell alakítanom a szerkezetét. Aha. Szerintem olyan szerkezetet találtál, ami tényleg igazán érdekes lehet. Szerintem is. A végső soron olyanoknak írom, akik nálam sokkal kevesebbet tudnak Proustról. Hát nem. No, persze nem lehetek mindjárt a saját írásaim szerkesztője is. Bár kényelmesebb volna. Tulajdonképpen van egy célcsoport, amelynek pontosan megfelelnének a te írásaid. Persze, elsősorban azt kell megírnod, ami neked... Papa, figyelj! Szére kell mennem. Ha végül megjelenik, szerintem menjünk el megünnepelni. Ennyi ideig csak nem lehet vécén. Lotte! Nyisd ki, Lotte! Ott vagy, Lotte? Elnézést. Lotte! 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 Gyorsvonat a kettes vágányra érkezik. A közvetlen oszlói gyorsvonat a kettes vágányra érkezik. Szóval itt vagy, Lotte. Már az egész várost körbe rohantam utánad. Menjél, papa. Elég a tréfából, Lotte. De én nem is kellek neked. Inkább menj haza, és én is hazamegyek. Ugyan? Ez nem vicces. Na! Ne! Ne! Nem akarok veled menni! Nem akarok veled menni! Nem akarok! Elég volt! Ne! Azt mondtam, elég! Nem akarok veled menni! Engedj el! Nem! Haza akarok menni! Gyerünk már! Elég legyen, itthon vagy! De a mamámon! Most már tényleg elég legyen! Jézusom, Jarle, ez meg mi a franc? Jaj, kicsikém! Gyere. Semmi baj! Nézd csak, Lotte! Milyen nagy kirakós. Mit gondolsz, ez a darab hová illik?
Ez az. Már is megtaláltad. Nézzük csak. Ez valami zöld részhez megy. Van egy barátnőm a suliban. Katrine. És neki... neki elváltak a szülei. És én azt hiszem, hogy anya és apa is el fognak válni. Jól van. Nézd csak ezt ide. Hát igen. Nagyon sokat kiraktatok. Igen. Összedolgoztunk. Azt hiszem, nekem ez nem megy annyira. Itt van mondjuk ez a darab, ez hová jöhet? Ah, tényleg oda. Tudod, mit énekeltem a papának, amikor kicsi volt? Micsodát? Ha nem tudott elaludni, akkor mindig ezt. Tudok egy szép kertet, hol mindig rózsák nyílnak. Ez Isten ajándéka minden kisgyermeknek. A papa akkora volt, mint te most. Igazán. Ki kér egy kis fánkot? Én igen. Figyelj, ne haragudj. Nagyon megijesztettél. Te még nagyon buta voltál. Hát bizony az. Állatira. Igen. Tudod, a Morgan Bladet beszóló buta cikkkel rágódtam egész nap. Tudod, hogy milyen nap lesz holnap? Nem. Dehogy nem. Van ám egy nagy meglepetésem is. De erről senkinek nem szabad beszélned. És nyafogni sem szabad, hogy mi lesz az. Jarle? Köszönöm, hogy... Akkor most eljöttél? Ah. Hát éppen kirakósat játszunk, és... Bemehetek? Gyere csak. És ő hol van? Jól megvagytok? Kicsim, kislányom. Lotte. Úgy aggódtam miattad. Ezerszer is próbáltalak hívni. Azért is jöttem ide délről, hogy itt legyek a születésnapodon. Menj el, nem akarom, hogy itt legyél. Lotte. Úgy a Lotte. Lotte, ilyen fura volt, hogy a mama idejött. Meséljek még neked a hercegnőről, aki nem is akart hercegnő lenni. Inkább jöjjön ide a mama. Azt kéri, hogy te... Most aztán mihez kezdjük? Mi van ezzel a nővel? Hát csak nem drogozik. Anya! Mit lehet ilyenkor tenni? Szóljunk a gyermekvédelemnek, ők akkor vigyáznak rá. Komolyan gondoltam. Van fogalmad róla, milyen boldogtalan szegény?
Ha segítségre volt szükséged, előbbi szólhattál volna. 7 évig nem is tudtunk semmit Lottéről. Nagyon sajnálom. Egy szakítás közepén vagyok. Nem tudom, mit tegyek. Szóval azért küldted el a lányod idegenbe, mert nem tudtad, hogy miként zárjál le egy kapcsolatot? Anya, egy kicsit el kellett küldenem Lottét. De miért nem szóltál róla soha? 7 év alatt egy hangot sem. Már megbocsáss, de erről a világon semmit sem tudsz. Csak 15 éves voltam. Egy nap arra ébredtem, hogy Jarle már nincs is ott. Ő akarta volna a gyereket? Még szép, hogy megtartotta volna. Miféle kérdés ez? Ugye így lett volna Jarle? Gondolkodtam. Jarle, nem láttad a táskámat? De igen, itt van. Ezzel bocs. Semmi baj. Ő Herdis. Anett. Szia, Herdis vagyok. Ő Lotte mamája. Ó. Tudod, mi az egyetemen csoporttársak vagyunk Herdisszel. Aha, én akkor most bemennék Lottéhoz. Rendben. Herdis! Herdis! Holnap... Holnap lesz a szülinapja. Lottének. Na is. És örülnék, ha eljönnél. És képzeld, hogy a nagy, sötét erdőben, egy hatalmas fa mellett, ahol egy kis tisztás nyílt, ott állt egy nagy, baljós, fenyegető tapsi-hapsi. De hát a tapsi-hapsik nem is fenyegetőek, mama. Nem ám. Mindenki, aki a hercegnő előtt látta meg ezt a tapsi-hapsit, annyira szörnyen megijedt tőle, hogy ott maradt a nagy fa tövében megkövülve. Na, mit szólsz? Igen. Féltek? De a hercegnő szerint a tapsi-hapsi nem is volt félelmetes. Ő inkább játszott vele egész este. Utána még kölcsön is adta neki a hercegnői koronáját. Rendes hercegnő volt. Lotte? Ne haragudj. Már megyek érte. Már elég késő van. Lotte. Csak szeretném elvinni tapsi-hapsit, papa. Gyere, ott van. Mi az, amit most írsz, papa? Arról próbálok írni, hogy mik voltak a jók Marcel Proustban. És nem írhatnád csak simán azt, hogy jó barátod volt? De... Az jó is volna. Csak hogy ez nem olyan egyszerű. Ez az újság a Morgenbladet. Abba csak a kiváltságosok írhatnak. És félsz attól, hogy nem fog menni? A mama azt mondja, hogy ha valamit egyedül csinálok, akkor senki nem mondhatja azt nekem, hogy ez butaság. Ez bizony így van. Szerinted küldjem el így, ahogy most áll? Igen. Gyere ide. Elküldheted te is, mert én bizony kicsit félek.
Azt kell megnyomni ott. Ezt? Igen. Édni. De most már sükvírc az ágyba. Jó ét, Lotte. Na, szia! Szia! Gréta, de örülök, hogy látlak. Én is örülök. Ugye? Ó, igen, és bocsánat, hogy... Köszönöm. De ha gratuláljak. Olyan aranyos kislány, igen. Jarle, ne haragudj, bocsánatot kérek, amiért felpofosztalak a múltkor. Amúgy pacifista vagyok, ugyan de... Már, nincs semmi gond. Nekem most dolgom tudod, van. Tudod, nekem az a véleményem, hogy ilyet nem tehet az ember. Mármint, hogy egyszerűen csak lepasszolja a gyerekét valakinek már másnap, hogy az megérkezett, ő pedig fogja magát és elmegy piálni, aztán meg jelenetet rendez a nője lakásánál. Igaz. Fogalmam sincs, anya, hogy találunk-e olyasmit, ami majd tetszik neki. Én nem értek az ilyesmihez. Egyébként képzeld, egyik este, amikor hazamentem, találtam egy könyvet Batintól. Igazán, Jarle? Aha. Hallottál már róla? Az ő műfaja az úgynevezett polifón regény. Tudod, hogy mi a polifónia? Tudod, hogy mit jelent a poli? Nem. Az, hogy többes, több oldalú, mint a zenében is. A poli előtag azt jelenti, hogy többes, és a mono azt jelenti, igen, hogy... Igen, tudom, az egyes. Anya! Képes voltál az első este berúgni, amikor a lányod itt volt? Hát jó. Hogy tehettél ilyet? Ugye szerinted is jó ötlet ez a jelmezbál? Bát én is el tudtad volna képzelni, még... hogy én ilyet tegyek, amikor te 7 éves voltál? Nem, de hidd el, hogyha megismered Batin gondolatait erről, akkor megérted, hogy szerint a jelmezelés felszabadító lakhat az emberekre. Mint egy leszállít a magas lóról, és megismerheted az alsó rétegeket. Teljesen megszokott dolog, hogy az ember zsúrt rendez a gyerekének. Az emberek mindig és mindenütt így csinálják, egyszerűen azért, hogy örömet okozzanak a kicsiknek, és ez nem kell filozófiai ideológia. Nézd csak meg ezt, de aranyos. Viszont az emberek nagy része nem is olvas Batint. Jarle. Boldog születésnapot! Születésnapot! Tessék! Hogy ez milyen szép! Köszönöm szépen! Jön több vendég is! Bizony, menj csak, nézd meg! Hello! Hát ti minek öltöztetek be? Hát mi... Nem is tudjátok? Nem tudom, csak úgy találtam ezt is. Hát ti vagytok a világ leghatalmasabb varázslói. Szóval mi vagyunk a nagy varázslók. Ehhez mit szólsz? Hé, nem elég jó a jelmező? Nézzétek, kik vannak itt! No. Sziasztok, üdv mindenkinek, hogy vagytok? Szia! Hello! A kedves édesanya. Ó, micsoda öröm. Az igazi anya, mint Óze és Médea, az anyák megtestesítője. Olyan boldog vagyok. Üdvözlöm, a nevem Robert Göteborg. Meg kell, hogy mondjam, hogy a fia egy igazi veszett alak, de borzasztóan brilliáns. Köszönöm. Gréta Strondvang. Kicsit már Eros mocsarában elmerülve, de nem rossz. Hogyne. Mi már találkoztunk a lépcsőházban, a múltkor egyik este. Ó, igen. Semmi baj, kedvesem, de a szakünkben mit találsz helyet? Gyere ide! És 99 és 100, aki bújt, aki nem megyek! Ez jó volt! Jarle, sajnálom a tegnapit! Biztosan én vagyok a létező legrosszabb anya. De ne is mondj, nekem kell bocsánat kérnem. Ari, neked meg mi jutott eszedbe?
Ez pedig? Hasse bácsitól kapott. Várj egy kicsit, egy pillanat, előbb még szeretnék mondani valamit, jó? Szóval, te jó ég, muszáj összeszednem magam egy kicsit. Szóval, ez a hét szokatlanul alakult, és... Kedves Lotte, megérkezett Charlotte Isabel Hansen Bergenbe. Úgy jött a mi kis világunkba, mint egy kis mag a szél hátán. És mi történt? Olyan útra vezetett, amelyről nem is tudtunk. Nem de? Én és a többiek közül is néhányan egy olyan létezésben élünk, amely számodra javarészt felfoghatatlan. Ezért szeretném megkérdezni például elsősorban Anettet, hogy te mit gondolsz? Mondjuk az én életemről, amelyben az irodalom elmélet az első. És a gyerekeknek alig jut benne hely. De nem kell válaszolnod, mert sejtem, hogy mit gondolsz erről a kérdésről. És talán sajnálsz. Dehogy? Azt gondolod, hogy egy magányos bálna vagyok, amely tévelyeg a sötét tengeren, de nem is baj, mert a dolog talán így áll. A vasárnapra virradó éjszaka előtt, akárhányszor csak eljöttem ide, itt mindig minden arról szólt, hogy miről elmélkedünk. Korábban sok mindent megvitattunk, de sok minden volt, amire eddig még csak nem is gondoltam. A lényeg az, hogy mindaz, ami történt az elmúlt héten, az csodás volt. Mert ismerlek. Mind ismerjük Jarlek Leppet, nem igaz? Ő az egyik legnagyobb tehetség közöttünk, és ami hiányzik a tehetségéből, az bőven pótolja a lelkesedése, ugye? Olyan, mint egy robogó vonat, ami csak halad előre az életpályán, és noha mindenki azt hiszi, hogy elmélyülten elmélkedik, igazából csak ösztönösen cselekszik, de el tudja hitetni velünk, hogy bölcs. Ettől ember az ember. És Jarlek Lepp, ő igazi ember. És én is az vagyok. Lotte, Hasse bácsi ezzel igazából csak azt akarta mondani, hogy nagyon boldog születésnapot. Ez egy varázspálca. Az bizony. Köszönöm szépen. Ez is a tiéd. Tudod, mikor kisfiú voltam, ez volt a kedvencem. Jaj, csokoládé! Jaj, Istenem! Na, de ezt is ki kell ám még nyitnod. Jöhet? Egy, két, ha, és! Boldog szülinapot! Hű, ez két Tamagocsi! Most már kicsikém, lesz egy másik is. Hát ezt kitől kaptam? Szerintem tudod te. Azelőtt kaptad még, hogy elutaztál. Ezt apától kaptad. De... Lotte! Gyere a mamához, kicsim! Lotte! A papával szeretnék beszélni. Én... ott vagy még, Lotte? Lotte? Nem szeretnéd kibontani? Nem. Kibontsam én helyetted? Igen. Biztos? Lássuk csak, hogy... Nézd, milyen szép. Ide van írva, hogy Lotte.
Én félek tőle, hogy apa örökre el fog költözni tőlünk. Hát, az bizony meg lehet, de... attól még meglátogathatod, és akkor újra találkozhattok. De akkor a mama már nem is szereti apát. Hát, lehet, hogy már nem szereti őt, de... azért biztosan kedveli még. De én szeretem őt. Hát, tudod, én egész biztos vagyok benne, hogy ő is nagyon szeret ám téged. Biztosan fogtok még találkozni, és nem fog eltűnni hittel. Meglátogathatod. Nem lesz semmi baj. Figyelj csak, nem akarod mégiscsak felrakni azt a matricát a tükörre? Hát ez nagyon jó. Ez durva lesz, de azt mondom, a szerelem is épp ilyen. Szárnyal ilyenkor a képzelet, igen, mondd ki, ez az én napom. És engem tényleg így legyen. Hurra! Történjék hát bármi, a színpadra állok, aki itt van, tartson. Szerintem kéne valamit kezdeni ezekkel a tamagocsikkal. Igaz is, meghalnak, ha nem törődünk velük. Én majd magammal viszem a kéket. A tiéd meg a másik. Nem is értem egészen ezt a dolgot. Mondd, mi a lényege? Hát, hogy majd idővel megöregszik. Valami ilyesmi. Aztán meg is hal. Akkor is végeznék vele, ha mondjuk most nem etetné meg. Azzal csak vigyázz, mert Lotte kiakadna. Ó. Tudod, ez... ez az egész olyan különleges. Utoljára akkor éreztem magam így. Még azon a 89-es bulin. És most itt vagyunk. Ez se volt egy rossz nap. Hát nem. Te emlékszel valamire? Mert én semmire. Emlékszem az arcodra, arról az éjszakáról. Tényleg? Tetszett. Olyan éhesen néztél. Tessék mosolyogni.
Mosolyog, Jarle. Mosolyog. Nem is tudod, mennyire örülök, hogy megismertelek. Fogunk ám még találkozni, hisz én vagyok a nagymamád. Igaz? Ó, kicsikém. Szia, Nagyi. Ó, Lotte. De maradjunk kapcsolatban. Nem tudom, mennyire akarsz tényleg az apja lenni, de... Hát... még én sem tudom egészen. Nem kéred az egyik tamagocsimat, papa? Nagyon örülnék neki. És melyiket kéred, Charlotte-ot vagy Isabelt? Döntsd el, te, rendben. Tessék, Isabel. Köszönöm szépen. Azért majd beszéljünk telefonon. Jó. Marcel Proustról, az eltűnt idő nyomában, írta Jarl Eklett.